Jó napot kívánok, az Orvos Válaszol című egészségügyi magazinunkat látják. Ma a külső védelmi rendszerünkről, a bőrünkről beszélgetünk. Ebben a témában várjuk kérdéseiket telefonon és SMS-ben is. Telefonszámunk 061-877-0599, SMS számunk 0630-444-4404. Vendégünk pedig a stúdióban dr. Kriston Renáta, bőrgyógyász szakorvos. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk és elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Ahogyan röviden említettem, a külső védelmi rendszerünkkel foglalkozunk, amiről azért tudni kell, hogy csak akkor látja el jól a védelmi funkcióját, hogyha egészséges. Milyen problémák, milyen betegségek lehetnek a bőrünkön, ami miatt nem tudja ellátni ezt a speciális feladatát? Hát én, mint bőrgyógyász, a bőrrel foglalkozó orvos, talán elfogult vagyok ezzel a szervvel kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy a páciensek is. Hiszen a bőrünk az a szervünk, ami mindig szem előtt van, tehát bármi történik vele, nem nagyon tudjuk takargatni. Nem egy egyszerű határoló réteg. Azon túl, hogy kapcsolata van a külvilággal, véd is bennünket a külvilágtól természetesen. Nagyon-nagyon komplex szerv, számos funkciója van. Részt vesz a hőszabályozásban, érzékel fájdalmat, hőháztartást szabályoz, és ugye azzal, hogy van egy védőrétegünk rajta, egyrészt megakadályozza belülről a vízvesztést, másrészt pedig a külső környezeti hatásokkal szemben véd bennünket. Nagyon-nagyon sokáig egy ilyen passzív szervnek tekintették a bőrt. Nem olyan régen, évekkel ezelőtt jöttek arra rá, hogy bizony aktív funkciója is van, immunszervként is szerepel a bőrünk. Nagyon jól tükröz mindent, ami belül zajlik bennünk, akár testi folyamatról, akár lelki folyamatról beszélünk. Fontos azt elkülönítenünk, hogy vannak olyan jelenségek a bőrön, amelyek valóban csak a belsőnkben, akár testünkben, akár lelkünkben zajló változásokat tükrözik, és vannak olyan konkrét eltérések, amelyek egy-egy bőrbetegség tüneteként jelennek meg rajtunk. De ahogy említettük, ugye láthatóak ezek az eltérések. Tehát nagyon-nagyon fontos figyelnünk a bőrünkre, mert bizony nagyon-nagyon fontos jeleket közvetíthet nekünk arról, hogy mi zajlik a belsőnkben. És néha ez az első figyelemfelhívó jel arra, hogy valami nincs rendben, és orvoshoz kell fordulni. Valójában hogyan tudjuk elkülöníteni mi laikusok, ha magunkra nézzünk a bőrhibákat a bőrbetegségektől? Például a pici barna pöttyök, ami nagyon sokunkon van, az bőrhiba vagy bőrbetegség? Magának az anyajegyeknek a kérdése egy nagyon-nagyon összetett terület. Egyrészt genetikailag meghatározott az, hogy hány anyajegyünk lesz, hol alakulnak ki ezek a képletek rajtunk, de ugye, hogyha figyelünk magunkra, akkor látjuk, hogy évről évre azért picit több van, picit nőnek ezek a képletek, tehát egy csomó külső-belső tényező is befolyásolja azt, hogy az évek során mennyi szerzett anyajegyünk lesz a későbbiekben. Ilyenkor mindig arra kell figyelnünk, hogy rövid időn belül, és itt tényleg néhány nap, néhány hét leforgása alatt jelentős változás történik ezekben a képletekben. A már meglévő képletek színében, felszínében, formájában következik-e be valamilyen átalakulás, vagy ha esetleg megsérült ez a képlet, akkor vérzékeny marad-e, meggyógyul-e ez a sérülés néhány nap alatt, vagy nem. Hogyha ezek a tünetek fennállnak, akkor mindig olyan figyelemfelhívó ennek a szerepe, ami mindenképpen arra utal, hogy orvoshoz kell vele fordulnunk. De ezért évről évre mindig láthatunk pici apró változásokat a bőrünkön. Azokra is oda kell figyelni, amelyek nem emelkednek ki a bőrből, hanem egy szintben vannak a bőr felszínével? Nincs általános recept, hogy minden kiemelkedő képlet rossz indulatú képlet, és minden bőrbe belesimuló képlet jó indulatú képlet. Úgyhogy ha változást észlelünk, akár kiemelkedik, akár nem, akkor érdemes orvoshoz fordulnunk. De mondjuk abban igaza van, hogyha volt egy eredendően lapos képletünk, és ez hirtelen kidomborodóvá vált, akkor az már egy figyelemfelhívó jel. Nagyon gyakori például, hogy általában testesebb pácienseknél nagyon sok nyakon, hónai régióban, esetleg mellek alatt elhelyezkedő, pici apró nyéllel a bőrhöz kapcsolódó képleteket látunk. Ezek például jó indulatú képletek. Nagyon gyakran azt mondják, és ez a köztudatban úgy van benne, hogy esetleg vírusos fertőzés következtében jönnek létre ezek az elváltozások. Lehetnek ilyen jellegű elváltozások is a bőrön, de ezek nem azok. Ezek a bőr meghatározások,
meghatározott sejtcsoportjának egy túlszaporodását jelentik. Tulajdonképpen nincs konkrét ok, általában genetikai háttere van ezeknek a pici apró fibromáknak, amelyek megjelenhetnek az említett területeken. Nem is igazán kapcsolható betegségekhez. De vannak olyan anyagcserebetegségek, ahol gyakrabban jelenik meg, vannak testesebb algatú páciensek, akiknél sok van, van akinél egy jelenik meg az élete során, van akinél több jelenik meg az élete során. Ez genetikai háttérre rendelkező elváltozás. Ha ez zavarja a pácienst, akkor el lehet őket távolítani. Nem azok a típusú képletek, amiből rossz indulatú elváltozás kialakulhat, de ha mondjuk sok van belőle, akkor érdemes olyan szemmel átnézni ezeket a képleteket, hogy a sok-sok jó indulatú képlet között nem bújik-e meg egy esetleg, ami magában hordozza potenciálisan az átalakulásnak az esélyét. Tehát akár még ilyen elváltozásokkal is érdemes mindenképpen orvoshoz fordulni. És én úgy gondolom, hogy évente mondjuk azért egy alkalmat érdemes arra szánnunk, hogy elmenjünk szakemberhez, és átnézessük a bőrünket. Itt nem csak az anyajegyekre gondolok, természetesen ez van általában a fókuszban, hanem nézzünk meg különböző bőrjelenségeket, ahogy említettük az előbb a bőrünkön. Mert nagyon gyakran az a bőrjelenség, ami látható a bőrön, nem is mindig egy bőrbetegségnek a része, hanem előfordulhat az, hogy a háttérben belgyógyászati, endokrinológiai kórkép húzódik meg, aminek talán első látható, vagy a páciens által észlelhető tünete, az pont a bőrön jelentkezik. Például nagyon gyakori az, hogy fiatal lányok esetében pattanások jelentkeznek. Ugye a pubertás korban ez egy teljesen normális, hormonális változásokhoz köthető eltérés. De ha már a későbbiekben, 20-as, 30-es években jelentkezik, akkor mindenképpen érdemes mögé nézni a tüneteknek, hogy itt miket kereshetünk, hát például gócos, krónikus gyulladásokat, de akár komoly anyagcsere betegségeket, zavarokat is fel tudunk úgy deríteni, hogy nem egy egyszerű tüneti kezelést adunk a bőrön látható eltérésekre, hanem megpróbáljuk az okot felderíteni laborvizsgálattal, esetleg társszakmák képviselőinek a bevonásával. Úgyhogy ezért egy fantasztikus szerv a bőr, mert nagyon-nagyon jó jeleket tud nekünk küldeni, és valóban abszolút mértékben a testünknek és a lelkünknek a tükre. És ezért kell szakemberhez fordulni, a bőrgyógyászhoz, aki ránéz az ember bőrére, és szinte azonnal látja, hogy milyen problémái vannak lelkileg, testileg. De fogunk még egyébként vizsgálatokról, szűrésekről beszélni. Uh-huh. Engem még az érdekelne, hogy az is egy figyelmeztető jel lehet, visszatérve az anyajegyekre, illetve a barna foltokra, hogyha a számuk elkezd emelkedni, ha azt veszük észre, egy bizonyos területeken egyre több jön ki. Figyelmeztető jel lehet mindenképp. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ez aggodalomra ad okot, akkor inkább menjünk el 3-4-szer úgymond feleslegesen megnézetni az anyajegyeinket, mint hogy egyszer ne menjünk el, amikor pedig muszáj lenne. Hiszen ezek a tünetek a bőrön, a szemünk előtt kialakuló elváltozások, és hogyha időben felfedezzük azt, hogy esetleg szerkezetükben olyan változások történtek, amelyek már elmozdulnak egy elfajulás irányába, akkor azok 100%-ban kiszűrhetőek, és 100%-ban gyógyíthatóak. Ez azt jelenti, hogy minden tavasszal célszerű lenne elmenni bőrgyógyászhoz? Igen, a tavasz már csak azért is jó időszak a szűrésre, mert bármilyen olyan jelet vélünk felfedezni, amiből arra gondolunk, hogy ennek az anyajegynek az eltávolítása lenne szükséges, abban az esetben bőven van időnk megtervezni ezt az eltávolítást, hiszen ugye eltávolítást követően arra szoktuk kérni a pácienst, hogy ezt a területet fénytől, víztől védje, tehát ilyen szempontból a tavaszi időszak az tökéletesen megfelel. Aztán, hogy utána a bőrgyógyász kollega úgy dönte, hogy érdemes még esetleg a nyári időszak után is megnézni még egyszer az anyajegyeket, az már megint egy lehetséges opció ebben a tekintetben. Ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy a páciensünknek milyen bőrtípusa van, hány pigmentált képlet található a bőrén, hogy volt-e már esetleg az ő saját kortörténetében valamilyen olyan eltérés, ami arra utalt, hogy gond lett volna az anyajeggyel. Nagyon gyakran előfordul, hogy megsérül egy-egy anyajegy, ilyenkor eltávolítják. Itt általában a szakma szabálya szerint sebészi eltávolítást szoktunk javasolni, amiből aztán szövettani vizsgálat is készül. A szövettani vizsgálatnál ugye
egyrészt tud arról nyilatkozni nekünk a szövettanász, hogy egész pontosan milyen képlet eltávolítására került sor, de ami a nagyon-nagyon fontos, az az, hogy nem csak a szövettani típus tudja meghatározni, hanem arról is tud nyilatkozni, hogy éppen egészben történt az eltávolítás. Ez mondjuk egy sérült képletnél, vagy mondjuk egy olyan képletnél, ami alapvetően jó indulatú, csak a páciens számára esztétikailag zavaró volt, nagyon-nagyon fontos, hiszen ilyenkor az, hogy éppen egészben eltávolítjuk, az azért is lényeges, hogy ne maradjon ott semmi, ami aztán a későbbiekben átalakulhat. A gyors diagnosztika egyébként csak a bőrrák esetében fontos, vagy mindenféle bőrbetegségnél számít az, hogy időben orvoshoz kerüljünk? Én úgy gondolom, hogy minden betegség esetében nagyon-nagyon fontos az, hogy időben orvoshoz kerüljünk. Talán én itt a megelőzésre helyezném a hangsúlyt. Tehát évente egyszer nem csak a bőr tekintetében, hanem minden társszakmánál nagyon fontos lenne, hogy szűrővizsgálatra elmenjünk, vérnyomás, általános laborvizsgálat, EKG tekintetében, mert sokkal jobb megelőzni a bajt, mint egy kialakult bajt kezelni. Természetesen a kialakult probléma esetében sem mindegy, hogy egészen korai stádiumban tudjuk elkapni a betegséget, vagy pedig már egy manifest stádiumban, amikor lehet, hogy már sokkal kevesebb eszköz áll rendelkezésünk ahhoz, hogy megfelelő terápiát tudjunk adni a páciensnek. Tehát a szűrések, a megelőzés fontossága az nagyon-nagyon középpontban van mostanság, és hál' az égnek nem csak az orvosok fejében van ez így, hanem a páciensek is egyre fontosabbnak tartják ezt. Jó partner lehet itt ugye a média is, hiszen a médián keresztül rádió, újság, tévé figyelemfelhívó lehet olyan szempontból, hogy a páciensek fontosnak tartsák azt, hogy az egészségüket megőrizzék, és gyakorlatilag az egészségüket értékként kezeljék. Egyébként egy ilyen szűrés alkalmával mi történik tulajdonképpen, ha valaki elmegy, hogy szeretné megnézetni az anyajegyét, akkor mennyi időt szánnak erre, mennyire kérdezik ki, hogy milyen előzménye volt az életében, tehát volt-e a családban mondjuk bőrtaganat. Tehát mi történik egy ilyen vizsgálaton? Nagyon fontos, hogy először mindig egy beszélgetéssel indítunk természetesen. A beszélgetésnek alapvető részét képezi az, hogy feltérképezzük a családi anamnézist, hiszen az, hogyha a családban már előfordult, mondjuk bőrgyógyászat tekintetében vegyük a melanómát például, ha melanóma előfordult a családban, akkor az a családtagok esetében a rizikófaktort gyakorlatilag jelentősen megemeli. Ezután áttérhetünk arra, hogy a páciens élettörténetében milyen eltérések voltak, és itt nem csak szűken a bőrgyógyászati kortörténetre kérdezünk rá, hanem egyéb más belgyógyászati kórképek is érdekelhetnek bennünket, reumatológiai, urológiai kórképek is érdekelhetnek bennünket, mert ahogy mondtam, a társszakmák tekintetében azért a bőr az egy jó figyelemfelhívó szervünk. Aztán rátérhetünk az anyajegyekre. Az anyajegyeknél első lépésben az érdekel bennünket, hogy volt-e már problémája a páciensnek anyajegyével. Milyen jellegű volt ez a probléma? Megsérült, eltávolították, szövettan készült belőle, és jó indulatú volt. Ez egy lezárt dolog. Vagy őt esztétikai szempontból zavarta néhány anyajegy, és aztán megtörtént az eltávolítás. Itt ugye nagy dilemma szokott lenni, hogy sebészi eltávolítást válasszunk, mondjuk egy esztétikai célú eltávolításnál, sebészi eltávolítást válasszunk, vagy lézeres eltávolítást válasszunk. Mind a kettő szerint, egyébként ugyanolyan hatékony? Igen, szakmaszabálya szerint előtérbe helyezzük a sebészi eltávolítást. Pont azért, mert a sebészi szike egy-egy sorban metszve egy nagyon pontosan feldolgozható szövettani mintát ad a számunkra. Amiből a szövettanász, ahogy az előbb mondtam, egyértelműen meg tudja mondani, hogy éppen egészben történt az eltávolítás. Lézeres eltávolításnál vannak olyan, de tényleg csak nagyon-nagyon kevés típusú anyajegy, amely alkalmas lézeres eltávolításra.
De lézeres eltávolításnál általában nincs feldolgozható szöveti minta. Tehát nem tudjuk egyértelműen megmondani azt, hogy éppen egészben történt, és hogy milyen típusú képletről volt szó. Aztán előfordul az, hogy lézeres eltávolítást követően fél egy évvel hozzánk jön a páciens, és azt mondja, hogy itt volt egy anyajegy, történt egy lézeres eltávolítás, és most újra bebarnult, mit tegyek vele? És akkor látjuk, hogy úgynevezett repigmentáció következett be, ami már mindenképpen sebészi eltávolítást igényel, és sokkal gondosabban kell eljárnunk, mint hogyha egy tervezett műtétről lenne szó, amelyet akkor végzünk el először a pigmentált elváltozás esetében. Ezek a műtéti beavatkozások mennyire tudják megoldani a problémát, mert azt mondta, hogy ezek nagyrészt genetikai eredetűek. Hogyha valakinek sok anyajegye van, akkor természetesen nem jöhet az szóba, hogy minden anyajegyét műtétileg eltávolítsuk. Itt általában fontossági sorrendben először is azt kell megnéznünk, hogy szakmai szempontból vannak-e olyan anyajegyek, amelyek eltávolítandók. És akkor ugye itt hát remélhetőleg nem olyan stádiumban van ez az anyajegy, hogy már nincs értelme az eltávolításnak, de alapvetően szakmai szempontból kell első lépésben dönteni. Aztán lehetnek olyan képletek, amelyek irritációnak, sérülésveszélynek vannak kitéve. A puhább, bőrből kiemelkedő képletek esetében, amelyek még ráadásul rossz helyen is helyezkednek el, mondjuk teréktájon vagy háton vannak, ahol törölközővel vagy ruhával könnyebben megsértjük, ezeknek az eltávolítása szóba jöhet. És ugye lehetnek olyan képletek, amelyek magát a páciens zavarják esztétikai szempontból. Ezeknek az eltávolítása is szóba jöhet, de gondosan meg kell terveznünk ilyenkor különösen, hogyha mondjuk egy jó indulatú képletről beszélünk, ami esztétikai szempontból zavaró, biztos, hogy el tudjuk-e úgy távolítani, van-e olyan módszer, hogy ne aztán az eltávolítás után ott maradó heg vagy pici apró nyom legyen a páciens számára zavaróbb, mint az eredendő képlet volt. Úgyhogy ezek mindig gondos mérlegelést igényelnek, a páciens részéről is, az orvos részéről is, és aztán közösen összevetve a véleményünket kell kialakítanunk a lehető legjobb terápiás ellátást, de én úgy gondolom, hogyha valakinek nagyon sok anyajegye van, akkor ezeket a lépéseket kell szépen végigjárnunk. Ugye az, hogy kinek milyen a bőrtípusa, mennyi anyajegye van, illetve hogy milyen az anamnézise, az meghatározza, hogy milyen időközönként kérjük azt, hogy jelenjen meg szűrővizsgálaton. A nagyon fehér bőrű, sok anyajeggyel rendelkező pácienseknél általában évi egyet minimum, de lehet, hogy két kontrollvizsgálatot is szoktunk kérni, és aztán vannak olyan jobb bőrtípusú páciensek, ahol kevesebb anyajeggyel találkozunk, hogy évente, két évente elegendő egyszer-egyszer eljönni, de mindig arra kérjük a pácienseket, hogy azért önmagukat is figyeljék, és hogyha a bőrükön rövid időn belül jelentős változást látnak, akkor jöjjenek és mutassák meg ezeket az elváltozásokat. Inkább többször, mint egyszer sem. Doktornő, közben érkeztek ám SMS-ek, nézzünk néhányat. Az orromon előjön egy barna folt, viszonylag sűrűn, néha piros lesz, és előfordult már, hogy vérzett. És ilyet, igen, azt írja a néző, hogy ilyetében elment orvoshoz, de semmit nem talált, és nem múlt el neki ez a barna folt. Nagyon gyakran előfordul az, jó lenne tudnunk a páciensnek az életkorát, bár nem mindig mérvadó. Ugye vannak olyan képletek, az előbb a melanómát emeltem ki, de vannak olyan elváltozások, amelyek a hámban alakulhatnak ki. Ez akár bazalióma, akár spinalióma nevű elváltozást jelenthet. Alapvetően ezek a képletek már a kor előre haladtával megjelenő képletek. Ugye, ahogy megyünk előre a korban, egyre több negatív hatás éri a bőrünket, egyre több mindent kellene feldolgozni. A bőrünk tényleg egy olyan szervünk, ami nem felejt. Tehát ezek a negatív hatások összegződnek, miközben ahogy múlik az idő, a bőrben lévő regenerációs rendszer, az pedig egyre kevésbé tudja ezeket a hibákat kijavítani. Különösen a napfénnyel vagyunk így, hogy nagyon jelentős károsodásokat eredményezhet, és létrejöhetnek ilyen pici, apró, hámló, barna foltocskák a bőrünkön, amelyek azért jelzik, hogy
ez a bőr már sok mindent átélt, és már nem olyan jól működik a kijavító rendszer. De most ebben az esetben igen, már nagyon meg kell ijednünk? Vagy csak oda kell figyelnünk, nem, és betartani gondolom, azokat a szabályokat, hogy például erős napfényben ne napozzunk? Igen, én úgy gondolom, hogy ilyenkor mindenképpen egy szakemberrel kell beszélni. Akár egy egyszerű eszközös vizsgálat, dermatoszkóppal végzett vizsgálat, az pontosabb szerkezeti képet fog nyújtani erről az elváltozásról. Láthatjuk, hogy pigmentet tartalmaz, nem tartalmaz pigmentet, erek vannak benne, és egy pontosabb szerkezeti képet kaphatunk róla. Annál az elváltozásnál, ami már ilyen vérzékenyé vált, azért az esetek nagy százalékában szóba jön az eltávolításnak a szükségessége. És ugye az orrot említette, hogy ott található ez az elváltozás, az arcunk állandóan kitett, napfénynek kitett terület, ugye. Az orr az eleve az arcból kiemelkedő csúcsosabb szervünk, amelyen a napfény hatása még intenzívebben észlelhető. Itt nagyon-nagyon gyakran jelenik meg bazalióma. A bazalióma a hámsejtekből indul ki, alapvetően viselkedését tekintve egy jó indulatú elváltozás, mert hogy átétet nem ad. Viszont, hogyha megnézzük, akkor szövettanilag már ott átalakult sejteket találhatunk, amelyek pontosan emiatt alakultak ki, hogy rengeteg volt a károsító hatás, ami itt hatott a bőrben, viszont a kijavító regenerációs rendszer már nem működött tovább, vagy tökéletesen. Akkor ezt például nagy valószínűséggel el kellene távolítani? El kellene távolítani. Az ilyen esetekben egyébként a sebészi megoldás a 100%-os gyógyulást jelenthet. Én mindenképpen azt javaslom, hogy területileg illetékes bőrgyógyászatot keresse föl a kedves kérdező. Rá kellene nézni, mert ez az elváltozás magától elmúlni nem fog. Hogy aztán ott sebészi eltávolítást, vagy krioterápiát, vagy esetleg más beavatkozást fognak javasolni, azt innét nem tudjuk megítélni, de hogy mindenképpen megnyugtató lenne, hogyha ránéznének, az egészen biztos a leírás alapján. Melanóma csak anyajegyből tud kialakulni? Nem, anyajegyből is kialakulhat, de teljesen tünetmentes bőrön is megjelenhet melanóma. Illetve ugye a melanómáról mindig egy ilyen sötét, barna színű képlet jut mindenkinek az eszébe. Sajnos az esetek nagyon kis százalékában ugyan, de találkozhatunk úgynevezett amelanotikus melanómákkal, amikor éppen nincs színe ennek a képletnek. Tehát, hogyha furcsa elváltozás jelenik meg, esetleg addig tünetmentes bőrön, ami mondjuk kidomborodik a bőrből, vagy akár laposan is, de kiemelkedik, akkor mindenképpen ennek megnézetését javasolnám. Ez fájhat, vészkedhet? Lehetnek akár szubjektív panaszok is, igen, a kísérő tünetei, de lehet teljesen tünetmentes is. Melyik a jellemzőbb? Hát ha már fáj, viszket, vérzékeny, megsérül, nem gyógyul, az általában már egy előre haladottabb jelenségre szokott jellemző lenni. Tehát a korai stádiumban nem biztos, hogy jelentkeznek ilyen panaszok, ilyen szubjektív tünetek. Hát ilyenkor akkor azonnal orvoshoz kell fordulni. Dr. Noé, innen folytatjuk a második részben. Rendben. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket a második részben, és nem menjenek sehová.